Akik figyelemmel kísérik a programot interneten, azokat is, és szeretnék jó estét és jó programot kívánni, és hallgassuk szeretettel dr. Szabó Tóth Mártát, aki kérdezni fogja a Marosvölgyi tanár urat. Ő tanulója volt Marosvölgyi tanár úrnak, nyelvtanár lett, és a nyelv tudományok doktora, illetve kandidátusa. Köszönöm. És akkor nagy szeretettel köszöntsük Marosvölgyi tanár urat. Nem beszélek bele. Köszönjük szépen a bemutatást és üdvözlést. Én most szeretnék egy stílusos és testhez álló köszöntést is produkálni Lajos bácsinak. Úgy köszöntsük őt, ahogy annak idején a tanárainkat szoktuk. Osztály, vigyázz! Tanár úrnak tisztelettel jelentem, hogy a mai rendhagyó történelem óránkra a hallgatóság résztvevők összejöttek. Az órát elkezdhetjük. Köszönöm szépen, tessék helyet foglalni. Köszönjük szépen. Díjazom. Ha itt körbenéztek a társaságban, akkor azt láthatjátok, hogy kor szerinti megoszlásunk egyáltalán nem homogén, mert hogy Lajos bácsinak nem ugyanazon életszakaszában voltunk vele kapcsolatban. Ez most egy ilyen tartalomjegyzékféle lesz. A legidősebbek, ide sorolom persze magamat is, tanítványai voltunk Lajos bácsinak, mert hogy ő 15 éven keresztül itt ebben a gimnáziumban tanított, még nem ebben az épületben, hanem a régiben kezdte, de itt tanított 15 éven keresztül. Aztán a hallgatóság másik csoportját képezik azok, akik Lajos bácsinak nem tanítványai, hanem munkatársai, beosztottai voltak, mert hogy ő volt Szentendrén 13 évig a tanácselnök, ami azt jelenti, hogy az város első embere, aki ezt olyan sikeresen végezte, hogy ma ő Szentendre díszpolgára. A harmadik halmaz itt közöttünk, pedig azok, akik egyikbe se tartoznak, hanem honnan ismerik Lajos bácsit, az Öreg Diákok Egyesületéből, aminek a létrejötte nagy részt úgy gondolom, hogy Lajos bácsi érdeme. Ő ennek az egyesületnek a spiritus rektora, és egyúttal ő a örökös tiszteletbeli elnöke. Hát Lajos bácsi, az első kérdésem az lenne hozzád, hogy látjuk ebből, hogy nem vagy te egy ilyen szobatudós típus. Mindig akkor érezted jól magad, akkor fejtetted ki a tevékenységedet nagy sikerekkel, hogyha közösség vett téged körül. Te magad úgy fogalmazol, hogy életelved a közösség. Ez magyar tanárosan, aki én vagyok, úgy hangzik, hogy ez a te arcpoetikád. Mondjál erről egy pár szót nekünk. Mit jelent számodra a közösség? Miért volt ez olyan fontos, hogy az egész életed így telik? Hát köszönöm szépen ezeket a szavakat. A hangosítás az jó, ugye? A közösség az embernek a létem eleme. Ha nem közösségben él, akkor ő se él. Én a közösséget egy természetes és mindennapi kapcsolatok egymásra figyelő, egymás szükség szerint segítő emberek közösségének tartom. Az Öreg Diákok Egyesülete ezt tűzte ki céljául. A társadalmat nem szabad szétszakítani. Egy közösségben együtt működhet mindenki, az ő politikai nézetei, vallása és hát egyéb szokásai ellenére is, ha tud azonosulni az emberrel. A közösség emberekből áll, akik boldogságra vágynak. A boldogságért pedig
nem csak neki kell tenni sok mindent, hanem azoknak is, akik őt körülveszik. Ez az én arszpolitikám. Ha kérdezted. Most, hogy rátérjünk majd a régi jól bevált kronológiára is, én először azt említeném meg, hogy mi tanárok, akikből itt biztos vagyunk jó néhányan, már nagyon korán, fiatal korunkban hozzászokunk ahhoz, hogy minket néninek meg bácsinak szólítsanak. Én emlékszem, hogy én nagyon, de nagyon boldog és büszke voltam, amikor 23 éves koromban a 18 éves nagy Lakli tanítványai mondták nekem, hogy Márta néni. Igen, de hát a tanár nénik, meg a tanár bácsik is voltak valamikor gyerekek. Bár ezt nehezen szoktuk, és szinte hihetetlennek tartjuk velük kapcsolatosan, de hát kétségtelen. Úgyhogy most akkor Lajos bácsi, arra kérlek, hogy mondd el, hogy milyen volt az a kisfiú, aki te voltál egykor, mit élt át a családjában, mit tapasztalt az országból, az akkori világból, mi az, ami benned megmaradt, amit egy életre eltettél, és beledolgoztál a saját gondolataidba. Köszönöm szépen a kérdést, egyébként ugye ezt megbeszéltük, de nekem van, mielőtt, természetesen ugye egyeztettünk, de mielőtt erre válaszolnék komolyan, egy néhány mondattal a mostani érzéseimet szeretném megfogalmazni. Nagyon jól tudjátok, bár mondjuk nem vagyok zárkózott természetű, de ennek ellenére sem beszéltem én sokat magamról. És most, mivel ennek a beszélgetésnek az a célja, hogy egy életpályát és egy életet végigkísérjen, egy kicsit zavarba vagyok. Elhatároztam, hogy őszintén beszélek mindenről. Ami rossz volt, ami jó volt, egyaránt. Azok vannak itt, akik engem szeretnek, vagy akik nem szeretnek. Az én beszélgetésem után majd eldöntik, hogy szeretnek-e tovább, vagy pedig változatlanul nem szeretnek. Na, a gyerekkorról, bocsánat. A gyerekkorról. Azért beszélgetünk a gyerekkorról, mert véleményem szerint a gyermekkor határozza meg az ember életét, nem csak az egyéniségét, hanem azt, hogy az életben hogyan igazodik el. Az én szüleim nagyon egyszerű emberek voltak, az édesapám MÁV üzemi altiszt, fix fizetéssel, váltókezelő vagy raktáros, így nevezték, de nagyszerű ember volt. Kevés beszédű, de ha ránk nézett, azt már nevelésnek tekintettük. És voltak elvei. Azt mondta, talán most naívan hangzik, hogy ha mi dolgozunk becsületesen, akkor meg is fogunk élni. És ha valamit csinálunk, azt nem egyszerűen csinálni kell, hanem megcsinálni. Na, ezt adta tovább a gyermekeinek, nekem is. Édesanyám más volt. Ő a 19. század utolsó évtizedében járta az általános iskolát, akkor eleminek mondták. Nem valószínű, hogy sokáig, mert tanítónéni körmöst akart neki adni, és ő ezt nem engedte, hanem kiszaladt, és többé nem ment vissza az iskolába. Viszont az én legidősebb bátyám, nem tudom miért, hogyan, még akkor valahol a Tisza mellett laktunk, gimnáziumba járt. És az én anyám minden javasolt és kötelező olvasmányt elolvasta, és időskorában Bibliát olvasott, katolikus volt egyébként, ami abban az időben, hát elég régen volt ez, nem volt általános a katolikusoknál. Figyelt a gyerekekre és tanított bennünket. Egyszer meglátogatott egy barátom, és unalomba elkezdtünk birkózni. Hát én erősebb voltam, és sorra egymás után két várra fektettem, aztán megsajnáltam szegényt, és hagytam, hogy ő is győzzön. Anyám nem szól semmit, de amikor a barátom elment, akkor azt mondta, hogy fiam, ezt nem jól csinálod. Aki erősebb, az legyen erős.
aki okosabb, az legyen okos. A barát érdekében sem szabad feladni az egyéni, nem így mondta természetesen, de ez volt az értelme, egyéniségünket. Lásd ugye Toldi Miklós a barátja páncélzatában vívott pár viadalt, és ezzel a győzelemmel, amit ő, Toldi Miklós, a barátja öltözékében páncélzatában vívott, megszerezte egy lánynak a szerelmét, a házasságot, éppen annak, akit Toldi Miklós is szeretett, mondta az anyám, és boldogtalan lett. Ezért tehát másképpen kell az emberekkel kapcsolatot teremteni. Ez a kapcsolat családon belül nagyon közvetlen volt, és tulajdonképpen a jövőmet is alakították, meg engem is rendbe raktak. Egy kicsit ezeken kívül nem fogalmazták meg, de tőlük örököltem, ami egész felnőtt koromig végigkísért, a szegénységnek a tudatát. Pedig hát, amint később kiderült, ők nem voltak igazán szegények. Egy dologra én is megtanítottam őket, érdekes módon. Nagybeteg voltam, 5 éves körül, és hát ahogy elmesélték később, már a halott ingemet is elkészítették, és én lázas állapotban, vagy már csökkenő lázas állapotban elkezdtem kiabálni, hogy szaladjunk át a Szabóékhoz. Ugyanabban a házban laktak, 4 lakásos vasúti ház volt ez, ugyanazon a szinten, de éppen haragba voltak a szüleimmel. Kénytelenek voltak átmenni, kibékülni, és én nagyon jól emlékszem arra, hogy a 2 lány, Szabó lány milyen képes mesét mutattak nekem. Tudnék erről beszélni, de nincs rá idő, viszont egy lényeges, a 2 család kibékült. Amit én még megtanultam, valahogy érzék szerint, hogy a harag, a gyűlölet, az nem emberhez méltó érzés. Korszerűtlen, amit mondok természetesen. De abban az időben én alkalmaztam is. Egyszer lovas kocsiban ment valaki mellettem és leugrott, mezítláb volt 2 fejjel magasabb, mint én, és elkezdett hátrugdosni, a hátsó fertájomba trugdosta. Azt történt ugyanis, hogy néhány nappal előbb egy fiúval mentem az utcán, és találkoztunk vele, és az a fiú, hát ki nem fejezhető szavakkal és mozdulatokkal fejezte ki az illetőnek, hogy hát mit érez iránta. Na most ez az ember azonosított engem ezzel a fiúval. Na, a rugdosás következtében én kapáloztam jobbra-balra, és véletlenül nem tudatosan elkaptam a lábát. Utána visszafordultam, és mindkét kézzel fogtam a lábát. Ő, a nagyfiú, egy lábon táncolt, és rajtam múlott, hogy meglökjem, vagy meghúzzam. Nem azt csináltam. Elkezdtem neki magyarázni, hogy én nem mondtam neked semmit, nem is ismerlek. És aztán leeresztettem a lábát, és tovább mentem. Ez volt, amit... Nem, tovább. Tehát béke lett végső soron. Na, családból ezt hoztam magammal, és ezt vittem a családba tulajdonképpen. De akkor az is hozott magával egy csomó dolgot. Arról is szeretnék beszélni. Hát ez... A 2 világháború közötti Magyarország, a trianoni gyász határozta meg az életünket. Az általános iskolában azzal kezdtük a tanítást, hogy elmondtuk, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadását. Amen. És így is fejeztük be. Aztán mondtuk azt is, hogy Csonka Magyarország nem ország, Nagy Magyarország mennyország.
És készültünk arra, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk. Az ország is készült erre. Levente intézményét bevezették, amely tulajdonképpen arra szolgált, hogy katonai előképzést kapjanak azok a fiatalok, akik elvégezték az általános iskolát, és még nem sorkötelesek. A hadsereg listáját ugyanis nagyon kicsiben állapították meg. Gyűlölet, gyűlölet hátán. Azt mondtuk, buta tót, vad olá. Aztán jött az országgyalapítás, aztán mondtuk, hogy mindent vissza, és tovább tartott a gyűlölködés. Amikor hetedikes gimnazista voltam, mert oda is kerültem, akkor volt egy csodálatos tanárom, és két órán keresztül egy szabad témájú dolgozatot kellett írni. És én azt írtam, hogy meg kell teremteni a Kárpát-medencei népek szövetségét, amelyben minden állam megtartja a maga önállóságát, de van egy csúcsszerv, amely a külpolitikát és a gazdasági életet összehangolja, és békében élnek úgy is, hogy a területeken élő nemzetiségek használhatják a nyelvüket, élhetnek olyanok, mint magyarok, stb. Nos, tulajdonképpen egy bolondéria volt, hiszen ennek semmi alapja nem volt. Hát nem mondanám, hogy az Európai Uniót álmodta meg. Valaki elolvasta ezt a dolgozatot, és annak alapján hozták létre. Hát én többet akartam, mint amit az Európai Unió. Csak ezzel azt akarom kifejezni, hogy végül is, én is írtam egyébként olyan verset, amit kiraktak, egy Redentor verset, azt a gyűlölködést meg akartam fordítani, hogy legyen vége, hogy barátkozzunk egymással, mert a világot nem tudjuk másképp megváltoztatni. És ezt ma hát is így gondolod, volt. Ugye, Lajos bácsi? Ilyen volt. Ezt ma is így gondolod. Na. Igen, nem. Még röviden mondják valamit, igen. Na most még arról kell beszélnem, hogy ebben a korban nem csak irredentizmus volt, hanem antiszemita gyűlölködés is volt újságokban, és így tovább. Falun laktam, Gyöngyösen 10 kilométerre, ebbe a faluban nem volt gyűlölködés. Az én barátom 4 éven keresztül, alsós gimnazista koromban, egy zsidó fiú volt. A községben volt még egy család, az is a falusi lakosság körében, hogy mondjam, beilleszkedett. A gimnazisták körében, ugye ott voltak már akkor közöttünk is, azok, akik sárga csillagot viseltek. Egy szitok szó nem hangzott el. Ezt a fiút és a családját, a barátomat akkor vitték el, amikor én munkatáborban voltam Miskolcon, egy repülő bázist, felszálló bázist építettünk, és jutalomképpen egy kémnek a agyonlövésén vehettünk részt. Amikor 2 év múlva a háború után találkoztam ezzel a fiúval, ő jött haza, meg a bátyja, a szülei, meg az öccse ott maradtak, akkor szemrehányást tett nekem. Miért? Mit tettetek velünk? És én nem tudtam, hogy ezt miért mondja. Most már tudom. Sajnos nekünk még nem adatott meg az, hogy fellázadjunk akkor, amikor fel kell lázadni. Mert munkatáborra elvihettek bennünket. Elvihették a zsidó férfiakat is. De amikor gyerekeket is visznek, és a vagyonukat elkobozzák, akkor már legalább tudatosulni kellett volna annak, hogy ez egy borzasztó dolog. Nem tudatosult. Na, hogyan kerültem a gimnáziumba, arról szerettem volna még beszélni. Röviden mondom most, mert ugye elmegy az idő, és a mesélő ember számára ugye minden idő
perc, rövid, mert sokat akar mondani. Ötödik elemét végeztem, akkor 4 elem után mentek középiskolába, aztán a bátyám, aki szintén középiskolát végzett, de utána teológus lett és pap, hazajött és meglátogatta a szüleimet, és megkérdezte, hogy mi lesz ezzel a fiúval. Azt mondta a bátyám, hogy gimnáziumba kellene beiratni. Nincs nekünk arra pénzünk, fiam, mondta ő. Aztán este mondta a bátyám, hogy reggel korán megyünk Gyöngyösre. Anyámnak nem mondta. Aztán elvitt Gyöngyösre, beiratott a gimnáziumba, és 8 évig jártam a gimnáziumot. Jó volt, Kohári István gimnázium, évszázados múlttal, önképzőkör, volt újság is, vitorlázó repülést is tanultam, és itt jól éreztem magamat. A érettségi, hadi érettségi volt már, 44-ben, májusban érettségiztem, és hát utána mentünk a munkatáborba. Beiratkoztam az egyetemre, mert ezután a dolgozat után, amit az előbb vázoltam, a tanárom azt mondta, hogy te csak pedagógus lehetsz. Milyen jól mondta. Azok írnak ilyen, na nem mondom meg, hogy milyen dolgokat. És tényleg az akartam lenni, beiratkoztam az egyetemre, fölmentem Pestre, de hát akkor már ugye front közeledett. Még ott ért meg engem a hát kiugrási kísérlet, a nyilasok hatalom átvétele, akkor hazaszaladtam, valahogy nagy kínosan, és otthon azt a hírt kaptuk, hogy a leventéket összegyűjtik, és kell mennünk az oroszok elől Dunántúra, ha úgy tetszik. Érdekes, ez ellen se tiltakoztunk. Szerencsére, vagy nem szerencsére, éppen ott állomásozott egy olyan hadtest, amelynek az volt a feladata, hogy élelmezze a fronton harcolókat. Azt mondták, álljunk be, biztosan sokan leléptek. És beléptünk, és egyenruhát kaptunk, és mentünk velük. Mentünk mindaddig, amíg az osztrák határt el nem értük, egy kicsit tovább is mentünk. Na most erről az útvonalról nem akarok beszélni, az unokáimnak, helyesebben a dédunokáimnak majd sokat mesélek, de most nem akarok erről mesélni. Csak azt szeretném mondani, hogy mi volt az a dolog, ami engem megrendített, már civilként is. 60 állomást egy szőnyegbombázással tették tönkre, és 2 nap múlva jöttem Pestről, már akkor néhány sínt helyreállítottak, és láttam a lecsonkított fákat és rajta emberi kéz és egyéb tagokat. Szörnyű volt. Aztán Dunántúlon az oroszok körülvettek bennünket, gyűrűbe zártak, és a német páncélosok törték át a gyűrűt, hogy mi ki tudjunk menni, és amikor kimentünk, láttam ott egy német páncélost, amelyből kihajolt egy fiatal katona, és a testén, felső testén át lehetett látni. De nem ez volt a legszörnyűbb. Az volt a legszörnyűbb, ami engem évekig foglalkoztatott, hogy a mi társaságunkban, tehát ebben a élmónak úgy hívták, voltak olyanok, akik tisztesek és tisztek, akik feleségüket is magukkal hozták, a parancsnokunknak még a fia is ott volt. Ezek megszálltak ott a faluban, és találkoztak családokkal. Most ez Dunántúlon volt már, közeledve a határ felé, és az egyik asszony, egyedül élő asszony, 13 éves fiát rávízta egy katona házaspárra, hogy maguk mennek, bocsánat, lehet hallani? Jó. Maguk mennek úgyis Ausztriába, nem lesz semmi probléma az én gyerekemmel, és félek az oroszoktól, hogy hát mindenki rémtetteket mesélt erről. És reggel elbúcsúzott a fiától, sorba álltak a teherautók, ment a konvoj, és 2 orosz
romboló repülőgép fölénk szállt, és végig gépuskázott bennünket. Kétszer is, háromszor is. És amikor elmentek, akkor néztük, illetve hírnek kérdeztük az eredményt, mert mi épségben voltunk, és megtudtuk, hogy tulajdonképpen nem sérült meg senki. Egyedül ez a kisfiú halt meg. Elképzeltem az anyának a helyzetét. Miért kellett meghalni ennek a gyereknek? Anyát miért bünteti az Isten? Vallásos voltam. Miért? Ő szerette a gyereket, jót akart neki. És nem volt rá válasz. Évekig foglalkoztatott ez az esemény. Aztán Ausztriában a gépkocsi vezetők eltűntek, mi ott maradtunk autó mellett, aztán próbáltunk elbújni egy ilyen légvédelmi áróba, és akkor felszabadultunk azzal, hogy az orosz katona egy sorozatot oda elénk beeresztett, de utána kimertünk, és semmi bajunk nem volt. Sőt, azt mondta, hogy davaj haza, mamka vár, és mi elindultunk, és Sopronig gyalogoltunk, még közben jöttek az orosz gépkocsik, és így tovább, senki nem szólt hozzánk. Itt az öröm, itt a szabadság, mondtuk mi. Aztán hát este értünk Sopronba, ott megszálltunk egy kapuajba, és aztán hajnal felé jönnek ám az orosz katonák, és összeszednek bennünket, és mindenkit ott. Majd kapnak dokumentet, aztán mennek haza, mondták. És elindultunk Sopronból Fehérvárra, Székesfehérvárra, végig. Gyalog természetesen, majd mondják, hogy kaptok dokumentet. Ott voltunk Fehérváron, aztán mondják, hogy szerdán, hétfőn mondták, szerdán vagomba szálltok és mentek. Nem haza, hanem arra keletre. Két este volt emlékezetes számomra, nem akarok részletezni, elnézést kérek. Na, két este volt emlékezetes a hadifoglyi életemből számomra. Egyik este az, ami ezután következett kedden. Nem tudom, honnan kerültek elő énekesek, versmondók a szülőföldről, a hazáról. Ültünk a földön, fejünket a térdünk közé hajtottuk, és sírtunk. Nem csak mi, Leventék, hanem a felnőttek is. Aztán vittek bennünket, mi leveleket küldtünk, úgy cédulákat írtunk, az állomásokon kidobtuk, és csodálatos módon ezeket a cédulákat, akik látták, elküldték azokhoz, akiknek a címe rajta volt a cédulán. Én olyan cédulát küldtem ki, amelyben az volt benne, hogy jaj, nem tudom, mikor fogunk túros palacsintát enni a körtefa alatt. A körtefa a ház és a nyári konyha között volt, egy kertben, és jó árnyas hely, ahol ünnepeken, hétvégén tényleg ebédeltünk. És én nagyon szerettem a túros palacsintát. Hát igen, és megkapták, ugye, a szüleid megkapták ezt a levelet. Megkapták a levelet. Csodálatos módon. Megkapták a levelet. Mi pedig nem mentünk egyenesen Szovjetunióba, hanem Romániának északkeleti részén. Fogsáni volt az elosztó tábor, ott osztályoztak bennünket egészséges,